Tisztelettel köszöntöm a Párkány és Vidéke Kulturális Társulás közgyűlésének résztvevőit. Ez egy különleges közgyűlés, egyrészt a helyszín miatt, mert ugye ritkán szoktuk a közgyűlést egyházi helyen tartani, de hamarosan ki fog derülni, hogy miért tettük ezt most ez alkalommal. De mielőtt még erről szólnék, szeretettel köszöntök minden kedves meghívott vendégünket is, akik nem tagjai a társulásunknak, de örömmel hívtuk őket, mert úgy gondoltuk, hogy itt a helyük ezen az alkalmon. Úgyhogy engedjék meg, hogy bevezetőben, mielőtt még köszönetet mondok mindenkinek, akit illet, elsősorban Nagy András plébános úrnak, aki volt olyan kedves és befogadta ezt a rendezvényt, ezt a rendezvényünket, ha szabad ezt így neveznünk, és ilyen nagyszerű helyszínt tudtunk így módon biztosítani ennek. Hogy engedjék meg, hogy most elmondjam, hogy milyen alkalomból is jöttünk itt most össze. Tiportatunk, de el nem veszünk, üldöztetünk, de el nem hagyatunk. Ez a Pál apostoltól származó gondolat jut először eszembe, amikor Burján Laci bácsit köszönhetem derűs tevékeny életének 90. esztendejében. Kedves Laci bácsi, meglepetésnek szánjuk neked ezt az estét, hogy kifejezhessük irántad érzett nagyrabecsülésünket, és megpróbáljunk valamit visszaadni abból a szeretetből, ami tőled árad felénk. Nagy örömünkre szolgál, hogy társulásunk tagjaként köszönthetünk 90. születésnapot tájékán. Mindnyájunk számára megtisztelő, hogy állandó jelenléteddel, gondolataiddal és lelkiségeddel gazdagított közös törekvésünket, a magyar kultúra oktatás és hitélet ápolását és támogatását. Tekintsünk most el a méltatásoktól, hiszen ezt már oly sokan megtették a különböző díjak és elismerések odaítélése alkalmából. Engedtessék meg nekünk, hogy ehelyett inkább familiárisan ünnepeljünk és tisztelegjünk Laci bácsi jubileuma alkalmából. Ismerve az ő szerénységét, úgy hiszem, ezt ő is így fogja méltónak találni. Mi jól ismerjük Laci bácsi életének lényeges mozzanatait, szolgálatának legfontosabb állomásait, amelyeket ő így módon összegezett. Ha most visszatekintek az eltelt évtizedekre, kijelenthetem, hogy a sok megpróbáltatás, sikertelenségek és kisebb csalódások ellenére is boldog papi életem volt. Talán mert hittem és hiszek a szeretet végső győzelmében. Drága Laci bácsi, tudjuk, hogyan szolgáltad a kitelepített magyarokat a hontalanság éveiben, s hogyan láttad el lelkipásztori teendőidet papi pályád elején a szlovák közösségekben, majd Helenbán, Bárton, Szalkán, Párkányban és Ebeden. Egyhelyütt ezt így értékeled. Hálásan gondolok mindazokra, akiktől oly sok szeretetet kaptam, és azokra is, akik igényelték és elfogadták az én szeretetemet. Kedves Laci bácsi, most te fogadd el a mi szeretetünket cserébe. Az életrajzi tények sok mindent megmagyaráznak, de egy valamit talán nem eléggé. Azt, hogy mi kell ahhoz az embernek, hogy felülkerekedjen a nehézségeken, hogy igaz emberséggel emelkedjen ki a sors kényszerűségéből. Hadd hívjam itt segítségül Bér Miklós püspök úr bevezető szavait, amelyeket Laci bácsi életrajzi könyvének előszavában írt. Lélekkel teli ember, aki szüntelen pünkösdi tűzzel érvel, int, buzdít nagy türelemmel és hozzáértéssel. Világos látású, bölcs ember, aki eligazodik a világ szellemi zűrzavarában. Nyitott szívű ember, aki fiatalos érdeklődéssel tekint minden új kezdeményezésre. Egészséges lelkű ember, aki a sérelmeket szívből tudja megbocsátani és elfeledni. Békesség szerető ember, szlováknak, magyarnak épp úgy lelki atya. Előítéletek nem bénítják, önző érdekek nem gátolják, káros szenvedélyek nem nyomorítják.
Akik ismerik, tudják, hogy valamiféle nemesen egyszerű életigenlés árad belőle, valami hihetetlen lelki béke. Kedves Aci bácsi, személyedben olyan embert köszönhetünk, akit hitünk szerint az isteni gondviselés küldött közénk. Olyan embert, aki energiájával az igaz ügyeket szolgálja, papként, magyarként egyaránt, s aki máig eleven kapcsolatban él a környezetével. A Szentírás szavaival szólva, aki úgy tanít bennünket, mint akinek hatalma van, nem úgy, mint az írástudók. A te jelenléted a legnagyobb ajándék nekünk, az Alsó Ipa és Alsó Garammente népének. Tartson meg nekünk a Jóisten tiszteletben, szeretetben még sokáig. Isten éltessen! Most pedig, Laci bácsi, fogad szeretettel azt a műsort, amelyet tiszteletedre szerveztünk, és amelyet hamarosan Szvorák Kati nyújt át neked a nap megszentelése gyanánt. Még mielőtt azonban átadnám Szvorák Katinak a szót, akit sok szeretettel köszöntök körünkben. Megkérem Bence László esztergomi barátunkat, hogy olvassa fel Székely János segült püspök úr üdvözletét. Kedves Burján László atya, kedves Laci bácsi! 90. születésnapod alkalmából az Esztergom Budapesti Főegyházmegye és a magam nevében is őszinte tisztelettel és szeretettel kívánom neked a Jóisten bőséges áldását. Hálát adok a mindenható Istennek, hogy annyi derűt, jóságot, hitet rejtett el a szívedbe, amellyel sok-sok embernek világítani tudtál eddigi életed egész folyamán. Mindig nagy öröm számunkra, amikor az esztergomi ősrégi szeminárium falai között találkozhatunk, és a kispap éveid emlékeit feleleveníted a számunkra. Köszönjük neked azt a példaszerű lelkesedést és odaadást, amellyel időskorod ellenére a lelkipásztori feladatokat mind a mai napig örömmel és fáradhatatlanul végzed. Köszönjük nyitottságodat, amellyel papja tudtál lenni a szlovák nyelvű híveknek is, és köszönjük egyenességedet, amellyel magyarságod mellett mindig bátran kiálltál. Őszinte szívvel kívánom neked, hogy Krisztus, a jó pásztor, akinek olyan hűséges közvetítője voltál egész életedben, jutalmazzon meg sokszorosan, adjon neked jó egészséget, békés öregséget, sok áldást és kegyelmet. Őszinte szeretettel és nagyra becsüléssel, Székely János, Esztergom budapesti segédpüspök. Mindenkit nagyon sok szeretettel köszöntök, és nagyon örülök, hogy ezen a szép alkalmon énekeimmel ajándékozhatom meg az egybegyűlteket és Laci bácsit, akivel nem is olyan régen találkoztunk a Valéria hídon, amikor évfordulóját ünnepeltük az híd megépítésének, újra rendbehozatalának. Nap megszentelése a műsorom címe, és himnuszok, zsoltárok, imádságok fognak elhangzani, de egy fényénekkel kezdeném, egy görög-katolikus fényénekkel, hiszen közeledik az advent, és úgy érzem, hogy a külső fények lassan gyengébbek lesznek, viszont a belső fény, a lelkünk, az egyre jobban fog élni és várakozni a csodára. Tehát először egy görög-katolikus ének, és utána pedig hallgassák meg a Jelenti magát Jézus misztérium éneket, majd a mennybe vitt leány balladáját, és aztán jönnek a himnuszok, zsoltárok és imák. Megvilágosítod mindeneknek teremtőt.
Linda, téged éneklőket. Jelenti magát Jézus háromszor esztendőben. Jézus magát úgy jelengeti már. Először jelenti nagy karácsony napján. Jézus magát úgy jelengeti már. Másodszor jelenti hangos húsvét napján. Jézus magát úgy jelengeti már. Harmadszor jelenti piros pünkös napján. Jézus magát úgy jelengeti már. Nagy karácsony napján nagy hóeső esett. Jézus magát úgy jelengeti már. Hangos húsvét napján Duna megáradott. Jézus magát úgy jelengeti már. Piros pünkös napján rózsa megvirágzott. Jézus magát úgy jelengeti már. Jézus magát úgy jelengeti már. Mihol kerekedik egy kerek dombecska, s azon növelkedik egy édes almafa. Édes az almája, csukrós e virágja. Édes az almája, csukrós e virágja. Mihol növekedik egy gyalog ösvényke, s azon ereszkedik egy fehér bárányka. A homlokán vala szép fényes csillag, jobb oldalán vala szép fényes napfény, bal oldalán vala szép fényes hótfény, a fejbe vala 80 mise gyertya. Meg ne jegy, Márton szép Ilona, mert én hozzád jöttem, Isten parancsolta. A szép szüzek serge egy miatt nem telik. Ha te oda jönnél, véledbé is telnék. A mennyei kapuk maguktól megnyílnak, s a mennyei harangok maguktól megszólnak. 12 oltáron 12 pap vagyon, nagyobb azok közül Urunk Jézus vala. Nagyobb azok közül Urunk Jézus vala. Fényességes mennybéli nagy Isten,
Téged hirdet e világon minden, az angyalok dicsérnek az égben, és a föld is szolgál nagy hűségben. Erős trónod fenn a magasságban, semmi sincsen előtted homályban. Híveidnek kegyelmes királya, s szentjeidnek ékes koronája. Örök Atya, leborulva áldunk, Fiad által te hozzád kiáltunk. Szent lelkeddel éltess e világban, s adjál helyet örök boldogságban. Uralkodszó Uram, méltóságot öltvén, felöltöztél Uram, hatalmat övezve, meginkhatatlanná földed erősítvén, erősített széked szilárdá örökre. A folyók, ó Uram, folyóvizek zúgnak, zúdulnak fölvervén hullámoknak ívét, zúgó zengő dörgő felséges hangjuknál. Felségesebb Uram, legszelídebb igét. Az Úristent magasztalunk, jó voltáról gondolkodom, irgalmához folyamodom, mert meghallgat, azt jól tudom. Csodálatos tetteiről, szabadító erejéről, emlékezem jó voltáról, bizodalmat veszek abból, mert ő erős hatalommal, dicsőséges szent jobbjával, az ő népét megmentette, fogságából kivezette. Úgy vezette szent egyházát, mint jó pásztor kedves nyáját, ételéről gondoskodott, utat neki ő mutatott. Hálát adjunk az Istennek, Atya, Fiú, Szentléleknek, három személy fölségének, egy mi voltó Istenségnek. Ó Jézus, emlékezni rád, a szívnek szent örömet ad, de minden méznél édesebb, szívünkben bírni tégedet. Nincs szó a földön kedvesebb, nincs dallam zengőbb, édesebb, gondolni szebbet nem lehet, mint Jézus édes szent nevet. Bűnbánó nálad lereményt, könyörgő szív jó téteményt, ha keresünk, itt jársz velünk, mi várhat majd, ha föllelünk. A nyelv azt nem mondhatja ki, betű ki nem fejezheti,
Csak aki érzi, tudja azt, Jézus szeretni mi malaszt. Te légy, ó Jézus, örömünk, mennyekben gazdag örökünk, te adj az éjben koronát, most és örök időkön át, most és örök időkön át. Mérhetetlen Úr, ki vagy a kéklő mennyekben, téren innen stúl, igaz a kajka hirdessen, testvérünk a nap, nevedet zengje szárnyalva nagy fennen. Dicsérjen a hold, halovány arcú hugocskánk, s mint a termő ég, akiben annyi csillag szánt. Dicsérjen a föld, patakot rétet ringatva bölcs dajkánk. Friss nénénk a szél, mikoron zúgva gátat tét, öcskösünk a tűz, egeket járva táncos kép. Áldjon minden szív, örökön ifjú mennybéli fényesség. Szeretlek szép Jézus, mert fölötte jó vagy, minden szeretetre bizony te méltó vagy. Jó voltocs irgalmad, a bűnöshöz mi nagy, te gyarló szolgádat, engemet el ne hagy. Erős kezeiddel ültes jó palántát, szívedből szívembe kegyelem virágját. Tégy, Uram, nemessé, olsd be szívem ágát, hogy hozzon az égből jó gyümölcsöd drágát. Mint a szép hűvös patakra a szarvas kívánkozik, lelkem Isten tógyó hajtja, és hozzá puhászkodik. Te hozzád én, Istenem, szomjúhozik lelkem. Vajon mikor jutok innen, színed elé élő Isten? Éjjel-nappal hulló könnyem, minden napi kenyerem, amid ön azt kérdik tőlem, hol van az én Istenem? Ezen mélyen bánkódom, és házadat óhajtom, hol a hívek seregében örvendek szép éneklésben. A mélységből hozzád kiáltok, Uram, hallgass
hallgasd meg én esdő könyörgő szavam, mert bűneinket, ha számba veszed, kimaradhat meg. Ó, mert hiszen nálad van a bocsánat, lelkem elepedve várja az Urat. Nem várják ilyen reszkető térdel, őrök a reggelt. Hát Izrael, bízzál a kegyelembe, szabadító erő száll a fejedre. Kivon az Isten ingyen kegyéből, minden bűnödből. Győzhetetlenink őszállom, védelmezőm és kővárom, a keresztfán drága árom. Oltalmamat tőled várom, sebeidnek nagy voltáért, engedj kedves áldozatért, drága szép piros véredért, kit kiöntél e világért. Rejád bíztam én ügyemet, ó Jézusom, én lelkemet. Megepedett bús szívemet, szegény árva bús fejemet. Irgalmazd meg én lelkemnek, ki vagy, Ura, mennynek, földnek. Könyörgök csak felségednek. Én megváltó Istenemnek. Aki akar üdvözülni, életét kell jobbítani, a szent hitet megtartani, és gyümölcsét megteremni. Egyházunknak tanítása, igéjének hallgatása, ez vezet az igaz hitre, és a boldog reménységre. A himnuszok és zsoltárok imák után pedig most a szentekről csendüljön fel az ének, a Mondj szívem dal lemezemről, és itt is kiemelve Szent István alakját, és csendüljön föl néhány csodálatos Mária ének. Egyébként nagyon nagy, egészen más énekelni egy ilyen csodálatos rotundában. Ezeket az énekeket sokkal erősebben szólnak a szavak, és jobban a lelkünkhöz érnek. Isten hazánkért térdelünk elődbe, rót bűneinket jóságoddal fürdbe, szent magyaroknak tiszta lelkét nézzed,
érdemét idézed. István királynak szíve gazdagságát, Szent Imre herceg kemény tisztaságát, László királynak vitéz lovagságát. Ó, ha csak ezt látnád, Szent Erzsébetből hős szeretet árad, Margit imái vezekelve szállnak, minket hiába, uram, ne sirasson, áldott boldog asszony, minket hiába, uram, ne sirasson, áldott boldog asszony. Igaz hitnek plántálója, pogányságnak megrontója, István király, ki a hitre eljuttattál, te vagy, aki néppé tettél, törvényt adtál. Elvezettél az egyházhoz, római szent igazsághoz, országodat Máriának ajánlottad, halálodkor minden gondját reáhagytad. Az Istennek trónusánál, a mennyei szent királynál, István király, légy e népnek szószólója, benned bízó magyaroknak pártfogója. István király, légy e népnek szószólója, benned bízó magyaroknak pártfogója. Magyar hazám, te jó anya, fiad dicsérd ma őt dalolt, zengjen a himnusz dallama, hozzá ki mindig pártfogolt. Ő néked igaz fényt hozott, hitfényét adta át neked, istenes törvényt alkotott, mely üdvösségre elvezet. Imádás légyen tisztelet, néked hármas egy istenünk, segíts elérnünk mennyeket, mit szent királyunk kér nekünk. Amen. Mária, Mária, mennyei szép hajnal, kit szépen köszöntött Gábriel arkangyal. Mária, Mária, üdvösség hajnala, kire felvirradott boldogságunk napja. Mária, Mária, mennyei szép virág, kit áldva magasztal a mennyei világ. Mária, Mária, mennyei szép csillag, ki a gyászos égen értünk szépen csillog. Mária, Mária, hazánk védasszonya, őz
özvegyek és árvák, megvigaszt aluja. Mária, Mária, gyászban is fényesség, árva magyaroknak, te vagy az ékesség. Tengernek csillaga, Isten édes anyja, üdvözlégy mindig szűz, menj boldog kapuja. Mutasd, hogy anyánk vagy, hallja meg imádat, kiértünk fiaddá, születni nem átalt. Kiváltságos szent szűz, mindenek közt enyhe, old föl bűneinket, enyhíts, tisztíts minket. Mosd meg életünket, készítsd el utónkat, hogy örök örömben lássuk Jézusunkat. Amen. A fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötétben maradott. Nappali fény éjjelre változott, fáradtaknak nyugodalmat hozott. Minden élő megy nyugodalomra, az Istentől elrendelt álomra. De én, Uram, úgy megyek ágyamba, mintha mennék gyászós koporsomba. Midőn ágynak adom a testemet, deszka közé zárhatom éltemet. Hosszas álom zárhatja szememet, a kakas szó hozhatja végemet. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesem, de te lettél atyádnál kezesem. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt megbántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítők útra, hogy juthassak a mennyei jusra.
Úgy bocsáss el engem a nagy útra. Amen. És végezetül hallgassák meg Kodály Zoltántól az esti dalt. Erdő mellett estvélettem, sobám fejem alá tettem, összetettem két kezemet, úgy kértem jó Istenemet. Én Istenem, adjál szállást, mert meguntam a járkálást. A járkálás a bujdosást, az idegen földön lakást. Adjon Isten jó éjszakát, küldje hozzám szent angyalát, bátorítsa a szívünk álmát. Adjon Isten jó éjszakát, adjon Isten jó éjszakát. Türelmet kérni, még ha megengeded Laci bácsi, készültünk szintén egy ajándékkal, még a virágon kívül. Erre megkérem Emmágy Mászló barátunkat, fotóművészt, hogy nyújtsák Katinak ebből az alkalomból, hogy ismét itt fogadhattuk őt, és ebből az alkalomból szeretnénk neki külön is köszönetet mondani, mindazért a munkáért és művészetére, amit a klubunkba elhozott. Hát, kedves Laci bácsi, engedd meg, hogy kicsit kibővítsem azt, amit a Gyuri barátom mondott, hogy hol mindenhol voltál lelkipásztor, de mi muzslaiak is úgy tekintünk rád, mint Muzsla község oszlopos lelkipásztorának, hiszen ha csak azt a 18 évet említeném, amit együtt dolgozunk, és köszönöm neked, hogy mindig, amikor szükség volt, akkor mindig eljöttél Muzslára. És ebből az alkalomból szeretném megköszönni neked ezt az együttműködést, és fogad szeretettel ezt a csekélységet Muzsla község hívei, polgárai és magam nevében. Isten éltessen sokáig! Sose szerettem a meglepetést, de nem tudom, miért elhihető, hogy fogalmam sem volt, hogy hova jövök. Tényleg, most zavarban vagyok, mert annyi szépet hallottam magamról, hogy akkor úgy elszégyellem magam, mindig azt mondom, hogy ilyennek kellett volna lennem egy életen át. Hát igyekeztem,
És olyan jó érezni azt, hogy megérezték nem csak a híveim, hanem olyanok is, akik nem tartoznak a hívő emberek közé, de emberek voltak, akik meglátták bennem az embert. Mert a pap nem egy szereplő, hogy fölveszi a ruhát, vagy állarcot is lejátszik valami szerepet. Pap ember, egy a többi között. Semmivel se különbi jobb, különbenek kellene lenni. Egy szép hivatás, amit csak örömmel és szeretettel lehet végezni. És én öregen is, ha visszagondolok, érdemes volt írni, érdemes volt a papnak lenni, mert az egész életemben, ha sok fájó emlék is van, de az mind elnyomja az a sok szeretet, amit kaptam az emberektől. És amit úgy éreztem, hogy megérezték mindenhol a szeretetemet. És hogy is kihangsúlyozta, nagy magyar vagyok, és arra büszke is vagyok. De ugyanúgy szerettem mindig a szlovák híveimet is, hiszen 12 évig voltam közöttük, nem kényszerből. Oda helyeztek, elfogadtam, mint Isten akaratát, és igyekeztem őket is szolgálni. És ha úgy találkozom, hiszen a hosszú pap életem, de vannak szép emlékeim, akiket valamikor 10 éves korában tanítottam, most 70-80 évesek, és emlékeznek nem arra, hogy magyar voltam, hanem az, hogy papjuk voltam, hogy szerettem őket. És ez a legtöbb, amit kaphatok. És köszönöm mindjártnak, hogy itt, vagy itt együtt lehetünk, újra érezhetem a szeretetet, és hogy 90 évesen is tudok továbbra is, amit erőm engedi, mint pap, élni, és ma az embereket szeretni, és szeretettel vezetni a szerető Istenhez. Köszönöm a szeretetüket. Drága Laci bácsi, hölgyeim és uraim, kedves barátaink, őszintén mondom, hogy megtisztelve érzem magam, hogy ez az estém, ez a csak nem 1000 éves megújuló félben levő körkápolna adott helyet és otthont ennek a szép eseménynek. Laci bácsit megtiszteltük. A Isten olyannak teremtett bennünket, hogy kötődünk. Kötődünk létünk első pillanatától fogva édesanyához, szülőhöz, családhoz, otthonhoz, nemzethez, hazához. Kötődünk égiekhez, földiekhez, itt el is az életünk. És amikor megéljük ezt a kötődést, van egy kis régió, talp alatnyi föld, ahol úgy különösképpen át tudjuk élni, hogy a költő mondja, ott vagyok hon, ott az én világom. És ez nem csak egy táj, nem csak egy darabka anyaföld, hanem azok emberek, személyek, kapcsolatok, barátságok. És vannak olyan rendkívül emberek, akik egy darabka kis földhez hozzáteszik szívüket, szeretetüket, egész emberi énjüket. És amikor a kötődésről beszélünk, nem csak táj, ház, vidék, hanem emberek is eszünkbe jutnak. Nem tudom, hogy van-e még egy olyan régió, vagy a tájegység, egy darabka föld, ahol egy keresztnevet mondanak, és mindenki tudja, hogy kiről van szó. Itt a mi vidékünkön, ha valaki azt mondja, hogy Laci bácsi, akkor mindenki tudja, hogy kiről van szó. És nem is kell többet mondani, mert ez a név fogalom. Igaz, hogy mindenféle ez az élet, meg a világ, amit élünk, de éppen most ez a hangverseny közben jutott eszembe a könyv, ami a Laci bácsiról szól, az a címe, hogy hiszek a szeretet végső győzelmébe. És talán az ember
körülnézve a világban, úgy fölteszi magában a kérdőjelet, hogy érdemes-e hinni a szeretetben. Van annak a szeretetnek végső győzelme. Laci bácsi élete hirdeti, és erről szól az ő élete. Érdemes és lehet hinni a szeretet végső győzelmében. És ez a szeretet az Laci bácsi egy életen át sokat hozzátett. Papként, keresztényként, magyarként. És bizony az estén megköszönjük a jó Istennek, hogy nekünk van ilyen Laci bácsink, és tartsa meg őt meg nekünk sokáig, hogy a világ, ez a szeretetéhes világ, kapjon még sokat Laci bácsi szíve szeretetéből. Köszönöm szépen, Laci bácsi! Ez is nagyon rövid leszik. Ezt külön meg kell köszönöm az András szeretetét. 2 évig jártam én is Bénybe, mint Barti pap, és ezt a gyönyörű templomot és a rotundát láttam. Én nem voltam Bényi plebános, csak kisegítő 2 évig, de mindig néztem, hogy mennyire szépé lehetne ezt tenni. És tudtam, hogy én Bényi pap nem lehetek, nem is leszek, de mindig kértem, hogy Istent adjon olyan papot, aki az én álmaimat, elképzeléseimet úgy megvalósítja. Andrásnak külön is nagy hála, szeretettel tartozom, mert mi öreg emberek úgy nehezen hiszük el, hogy már nem igen kellünk, és azt néha úgy éreztetik is velünk, és azt, így volt ez valamikor is, mert én fiatalom voltam, de Andrásnak külön megköszönöm is itt a ilyen baráti körbe, hogy tőle évek óta mindig igazi szeretetét kapok. Valahogy gondja van rám, valahová menni kell, tudja, hogy mi ide is van, ilyen sötétben már úgy féltenek, hogy jövök, mindig akad valaki, aki elkísér vagy elvisz, és András nagyon sokszor hosszú utakra is elvisz, fölkínálja, meg nincs a kedvem való elmenni, lelki gyakorlatilag a papi összejövetelre, kulturális megmozdulásra, fölkínálja, pedig hát neki is lehet a fiatalokkal sokkal kellemesebb időtöltése, de mindig gondol az öreg papra, és érzem, hogy őszinte szeretettel. Azért akartam szólni, hogy ezt itt, többek előtt is, a baráti körben is megköszönjem az a végtelen szeretét. Jó Isten áldja meg őt, és sok erővel, örömmel és boldogsággal. Köszönöm, Andrásnak.